Országos tanulmányi versenynek adott otthont a Református Általános Iskola. Idegen nyelvből és szövegértésből bizonyíthattak a diákok. Azonnal jön mindez bővebben, előtte azonban nézzék meg a többi kiemelt hírünket egy-egy mondatban. Táblát avattak a kórház aulájában dr. Őze Béla, a tavaly elhunyt kardiológus főorvos emlékére. Ebrazia, az ugyeri városrészben ellenőrizték a felelős kutyatartást, sok szabálytalanságra derült fény, és vadászbált Szegdét-Bercelen értékelték az elmúlt szezont, és új célokat tűztek ki. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a Városi Televízió keddi híradójában. Táblát avattak a Toldi Kórház aulájában a tavaly elhunyt kardiológus főorvos dr. Őze Béla emlékére. Az országos szaktekintének is számító Őze Béla szakmai tudása és emberi értékei miatt is példamarad, hangzott el az ünnepélyes avatón, ahol lánya és munkatársai együtt idézték fel a néhai gyógyító életútját. Táblaavatóra gyűltek össze tegnap délután a Toldi Ferenc Kórház aulájában az intézmény dolgozói és azok, akik ugyan nem dolgoztak vele, de ismerték, tisztelték és szerették dr. Őze Bélát. Az ünnepség résztvevőit elsőként dr. Pusztai Dezső főigazgató köszöntötte, majd a polgármester mondta el emlékező gondolatait. Dr. Csáki András beszélt a tavaly elhunyt kardiológus főorvos közösség összetartó erejéről és szakmai érdemeiről is. Vezetése alatt a 2. belgyógyászati osztály számos kardiológus szakorvost nevelt ki. Ezen kollégák számára első osztályú ajánlólevél volt, hogy a főorvos úr kezei alól kerültek ki. Elmondhatjuk, kivételes személyiség, ikonikus alakja volt a kórháznak, és azt is tudjuk időnként, nem volt könnyű vele együtt dolgozni. Dr. Őze Béla elhivatott, szigorú ember volt, munkájában mindig a maximumra törekedett. Ő volt a nagybetűs gyógyító, már 38 évesen osztályvezető főorvossá nevezték ki a Toldi Kórházban. Képezte magát, nemzetközi kongresszusokon vett részt, országos hírű kardiológiai centrumot hozott létre. Volt olyan időszak, hogy Cegléden ültették be a legtöbb pacemakert. A szaktekintének is számító főorvos emlékét mostantól tábla is őrzi a kórház aulájában dr. Gombos Dénes, dr. Jójárt József, dr. Középesi Gyula és dr. Korompai Tihamér mellett, mondta dr. Jójárt György. Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki anyagilag vagy erkölcsileg hozzájárult az emléktábla avatásához. Sokan vannak munkatársai, barátai, tisztelői. A kardiológia egyenlő dr. Őze Bélával. Erről már tanítványa, dr. Hajkó Erik, osztályvezető főorvos beszélt. Ő indította el itt a koronária őrzőt vidéken, szinte az egyik első, szinte elsőként. Ő indította be a pacemaker beültetést, ő indította el az elektrofiziológiai labort itt Cegléden. 20 évig vezette a kardiológia osztályt a 80-as évek elejétől. Őze Béla szakmai alázata, útmutatásai még nagyon sokáig példa marad, tette hozzá a főorvos. Mindenkiben van valami Őze Bélás. És hogyha ezt a dolgot mindenki eldönti a maga kis elméjében, maga kis lelkében, hogy mi az, amit érdemesnek tart továbbadni, mint valami Őze Bélás. És hogyha ezt tovább tudjuk adni, akkor biztos vagyok benne, hogy dr. Őze Béla büszke lesz ránk. Az ünnepségen a család részéről Őze Béla lánya, Őze Éva mondott köszöntőt. A szakmai laudációhoz én nem értek. A család viszont ott volt neki mindig a háttérben. Azt mondják, egy jó vezető, jó férfi, jó szakember, nincs háttér család nélkül. Mi voltunk neki a háttérország. A dr. Őze Béla arcképével ellátott emléktáblát dr. Csáki András és Őze Éva leplezte le, majd az önkormányzat és a kórház koszorúval is fejet hajtott a néhai főorvos emléke előtt. A táblát dr. Pogány Gábor, Munkácsi díjas szobrász művész készítette. A művész érme alkotásaiból az avatót követően kiállítás is nyílt a kórházban.
Országos tanulmányi versenynek adott otthont a Református Általános Iskola. A felsős diákok angolból és németből bizonyíthattak, és versenyre hívták a második osztályosokat is. Ők játékos szövegértésű feladatokat kaptak. Zsúfolásig telt a református gyülekezeti ház. Az ország minden részéről érkeztek diákok a tanulmányi versenyre. A szervező intézmény a Református Általános Iskola és óvoda igazgatója köszöntötte a gyerekeket és kísérőiket. 28 intézmény, több mint 130 versenyzője vesz részt a mai napon. Mindenkinek rendkívül eredményes versenyzést kívánok. Angol nyelvből 27. németből 7. alkalommal szervezték meg az országos megmérettetést. Az indulókhoz Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor is szólt. Mint mondta, áldásként kell megélni, hogy tanulhatunk, és az idegen nyelv tudásunkkal más kultúrákat, embereket is megismerhetünk. A református iskola második B-osztályos tanulói angol és német énekekkel kedveskedtek a vendégeknek. Majd elkezdődött a verseny. Külön korcsoportban adtak számot tudásukról az 5., 6. és a 7., 8. osztályosok. Az iskolák legjobbjai érkeztek a versenyre. Alapfokú nyelvvizsgával rendelkezhetnek, de feltétel volt, hogy akinek középfokú nyelvvizsgája van, az nem jelentkezhetett a versenyre. A versenynek az a célja, hogy a kommunikációt népszerűsítse, a kommunikációban egy magabiztosságot és hitelességet eredményezzen. Annyiban más a mostani versenyünk, megújult, hogy csak szóbeli részből áll. Megadott témákat tekintve, zsűriknél témáról, illetve képleírásról kell bizonyítani, beszélgetni. A diákoknak a pedagógusokból, lektorokból és köznevelési szakértőkből álló zsűri előtt kellett bizonyítaniuk. Kérdésekre kellett válaszolni és elmondani, mit látnak egy adott képen. Deli Jászmin, a Református Iskola 8. osztályos tanulója is izgatottan várta a versenyt. Voltak témák megadva már előre, például ugye a kommunikáció, a egészséges életmód, a divat és az öltözködés, ugye a felkészítő tanárnőim, Csonka Tünde és Molnár Helyke, rengeteget készültünk erre a versenyre. A református iskolában nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelv oktatásra. Jászmin is nyelvi tagozatra jár, és hamarosan nyelvvizsgát szeretne tenni. Elmesélte, hogy külföldi nyaralás alkalmával már tudta hasznosítani német nyelvtudását. Például kikértem magamnak az ételt, vagy hogyha például valami baleset történt, akkor segítséget kértünk, vagy bocsánatot kértem, hogyha esetleg nekimentem valakinek. A diákok mindegyike azt mondta, sokat tesznek azért, hogy minél tökéletesebben beszéljék az idegen nyelvet. Nagy Lajos kisújszállásról érkezett. A 13 éves fiú is minden nap több órát foglalkozik az angollal. Heti 3 órába készülünk tanárnővel az iskolába, de otthon is gyakorlok rá, meg külön angolra is járok. Inkább ilyen hallás utáni szövegértéses feladatokat szoktunk csinálni, de mivel jár hozzánk lektor, ezért vele gyakorlunk erre is. A verseny legjobbjai idegen nyelvi témájú könyveket kaptak ajándékba. És jutalom várt a második osztályosokra is, nekik ugyanezen a napon szövegértési versenyt tartottak az iskolában. Érkeztek kisdiákok Budapestről, Új-Szilvásról és Tápiószőlősről is. A gyerekeknek 3 típusú feladatban kellett bizonyítaniuk. Egy szövegértő feladatlapot kell elkészíteniük, egy drámajátékot játszanak, illetve egy játékos sorversenyen vesznek részt. Ebben a munkában mindegyikben a kollégáim segítettek, és együtt készültünk erre a napra. A célunk, hogy bibliai történeteken keresztül a tanulságokat közvetítsük a gyermekekhez. Az idei szövegértési verseny témája az asszonyok a Bibliában volt. Ebráziát tartottak ma az Ugyerben. Az önkormányzat, a mezőőrség, a hatósági állatorvos, a körzet önkormányzati képviselője, valamint a gyepmesteri szolgálat munkatársai együtt keresték fel a kutyatartókat. Sok szabálytalanságot találtak, 6 kutyát el is hoztak a tulajdonosoktól. Rendszeresek az ebráziák az ugyeri város részen. Az ellenőrzés indokolt, mert bár ugyan néhol javul a helyzet, ám még mindig sok a felelőtlen állattartó. A raziára a legutóbbi közbiztonsági fórumon is felmerült az igény.
Több lakó arra panaszkodott, hogy sok a kóboreb a környéken. Ma délelőtt több helyszínre is elmentek az önkormányzat, a mezőőrség, a hatósági állatorvos, valamint a gyepmesteri szolgálat munkatársai. Az ellenőrzésen részt vett a településrész önkormányzati képviselője is, aki a lakossági panaszok miatt maga kezdeményezte a hatósági razziát. Tar Felicián nem először szorgalmazta ezt a körzetében, úgy fogalmazott, továbbra is szükségesek ezek az intézkedések. Továbbra is igénye és szüksége mutatkozik a hatósági állatorvosi ellenőrzéseknek itt az ugyeri körzetrészben. Hatósági állatorvos, mezőri és a gyepmesteri szolgálat jelenlétében történik most az ellenőrzés. Ugye ellenőrzik a tartási módot, hogy legtöbbször ugye ez az egyik fő probléma, hogy nem megfelelően vannak tartva, nincs menedék az állatnak, ahová be tudjon húzódni, oltás, csiphiány, illetve a szabadon kóborló ebek is sajnos problémát okoznak. Üres tálakat találtak az ellenőrzést végzők ennél az ugyeri háznál is. Ráadásul a kutyák nyakára rá volt tekeredve a lánc. Ezen felül pedig az oltás és a csiphiány is pénzbírságot vonhat maga után. Elsődlegesen ugye felszólítják a kutya tulajdonosát, hogy rendezze ezeket a hiányosságokat, problémákat, és utána ugye egy visszaellenőrzése van ennek, hogy rendezte ezeket. Ha nem, akkor persze kiemelik az állatot. A mai hatósági ellenőrzésen két helyszínről 6 kutyát hoztak el a szakemberek. Ugyancsak két helyszínen felszólították a kutyatulajdonosokat a megfelelő állattartási szabályok betartására. Esetükben úgynevezett utóellenőrzésen fogják vizsgálni, ennek megfelelően cselekedtek-e. Várják a jelentkezőket az idei utcazene fesztiválra. Május 3-án ismét zenekarok, duók, triók és szóló énekesek veszik birtokba a város 12 pontját. Azt, hogy a jelentkezők közül kik kapnak lehetőséget a bemutatkozásra, most is zsűri dönti majd el. Május 3-án ismét zenétől lesz hangos Cegléd belvárosa. Jön a 13. Ceglédi utca zenefesztivál. A rendezvény célja már több mint egy évtizede, hogy a tehetséges amatőr zenekarok megmutathassák magukat. A Cegléd utca zenefesztivál 2012 óta egy kiemelt programeleme a városnapokra, amelyet a Ceglédi ifjúsági önkormányzat hívott életre, és azóta is szervezője az intézménnyel karöltve ennek a különleges rendezvény sorozatnak. A fecskés ceglédi ifjúság segítségével és közreműködésével valósul meg ez a több helyszínen, remélhetőleg 12 helyszínen levő nagy zenei kavalkád a városba, a belvárosba. Amatőr énekesek, zenészek, zenekarok jelentkezését várják, hogy a város fő utcáján, vendéglátó egységek kert helyiségeiben, vagy kisebb parkokban, frekventált helyszíneken zenéljenek egy délutánon keresztül, összemérve tudásukat más zenekarokkal, versengve a közönség és a zsűri díjaiért. Múlt héten indult a felhívás, és már vannak jelentkezők, jó olvasni a jelentkezők között olyanokat is, akik már több alkalommal részt vettek, és a 12 zenekar beválogatott formációi között is szerepelnek, ami azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy ez egy olyan közösségi élmény, ahol a zenészek jól érzik magukat és vágynak vissza. Fontos, hogy most sem csak a zsűri díjaiért zenélnek tehát majd a jelentkező formációk, szóló énekesek és zenészek. Most is lesz közönségszavazás. Erre a helyszíneken lesz lehetősége a látogatóknak az önkéntesek közreműködésével, az ott kihelyezett szavazóurnákba bedobott szavazócettik segítségével. A jelentkezés tehát elindult. A határidő április 2-a. Bálon ünnepeltek együtt a gerjementi vadásztársaságok. Pilis Albert és a Törtel, Cegléd Bercel, Cegléd és Pusztavacs vadászai vendégeik és a Pipacs Vadászkürt Egyesület tagjai vettek részt a táncos esten. Ahogy
hagyományokhoz híven a Pipacs Vadászkült Egyesület fanfárjával indult a vadászok bája a hétvégén. A gerementi vadászok és vadásztársaságok minden vadászatra jogosult társasága részt vett a bálon, amely egyben a vadászszezon végét is jelenti. Vagyis arra is jó alkalom, hogy visszatekintsenek az elmúlt évre. De ennél most sokkal fontosabb volt előre tekinteni, hiszen most a megújulásra helyezik a hangsúlyt. Azt gondolom, hogy a szövetségnek is meg kell újulnia, és meg is fogunk újulni. Ebben az évben olyan rendezvényeket fogunk tervezni, amelyek egy újfajta szövetségnek az elindítását fogják célul kitűzni. Fiatalítani is szeretnénk, hogy egy fiatal generáció is érezze rá arra az ízre, hogy ez egy élményközösség, ahol vagyunk, és hogyha mi már megöregszünk, és öreg csontjaikat csak pánikába áztatjuk a vadásznapon és a vadászbálban, akkor legyen egy generáció, aki tovább viszi ezt a szép kezdeményezést. Legyen ez a bál a kezdete a megújulásnak, zárta gondolatait Mihály János. A gerementi vadásztársaságok elnöke pedig arról is beszélt, sok változás történt és történik az ő életükben, a vadászatot érintő közegben. Ez is a megújulásra készteti a vadásztársaságokat. Mindezek mellett pedig sokszor kerülnek előtérbe a vadászattal kapcsolatos negatív vélemények is. Ezekre is megfelelően kell reagálniuk. Ki kell állnunk sokszor a nem vadászó közönség elé, és föl kell vállalnunk, hogy mi vadászok vagyunk, mi jó vadászok vagyunk, és jól alkalmazzuk azokat a lehetőségeket, amiket a kezünkbe adnak. Azt gondolom, hogy ezt fontos fölvállalnunk, nem kell, hogy elmeneküljünk ezek elől a kérdések elől, akkor sem, hogyha kényes témák, mint a vadkár vagy a farkas lelövések kerülnek éppen napirendre. Ez pedig rávilágít arra, hogy még inkább reflektorfénybe kellene, hogy kerüljenek az igazi és igaz vadászok. Pontosan azért, hogy ezeket a negatív véleményeket ellensúlyozni tudják, mondta Fehér Sándor. Mindezek után azonban már valóban a kikapcsolódásé volt a főszerep. A finom vacsora és italok mellett természetesen tánc és tombola is várta a vadászbál vendégeit, vadászokat és családjukat. Ezzel a hírrel köszönöm meg figyelmüket itt a Híradóban. A most következő háttérben Karas Csaba, a Ceglédi Rendőrkapitányság vizsgálati osztályának vezetője lesz vendégünk, majd foci mérkőzést láthatnak felvételről. Friss hírekkel pedig legközelebb majd holnap este a szokott időben 6 órakor számítunk Önökre, tartsanak velünk akkor is. Jó tévézést, szép estét kívánok, viszontlátásra!